Az Ipartestületek Országos Szövetségéhez egy nagyon értékes és régi partnerünk, fontos delegációja érkezett, és itt mellettem Hans Hund úr ül, aki egyszer a Münsteri Kézműves Kamarának az elnöke, de ami ennél is fontosabb számunkra, az Észak-Rajna-Veszfáliai Kézműipari Kamarai Szövetségnek az alelnöke, amely az IPOSZ-nak már hosszú évtizedek óta egyik legfontosabb német partnere. Úgyhogy őt üdvözölhetjük itt most egy rövid látogatáson Magyarországon, és kétoldalú tárgyalásokat folytatunk az együttműködés további kérdéseiről. In welche Richtungen sehen Sie Herrn Hund in der Zukunft, weil wir schon lange Jahrzehnte hier eine Zusammenarbeit mit der NRW Handelskammer haben? Was können Sie für das ungarische Handwerk sagen? Welche sind die wichtigsten Momente in der heutigen Welt? In welche Richtungen wir gemeinsam hier denken sollten? Ja, zunächst möchte ich betonen, dass ich natürlich sehr dankbar bin, dass ich heute hier sein kann und mich über das Handwerk hier in Ungarn informieren kann. Als Vizepräsident des nordrhein-westfälischen Handwerks ist es mir natürlich auch ein Anliegen, etwas über das ungarische Handwerk zu erfahren. Ich weiß, dass es eine lange Tradition gibt, nach der Wende, in all den Jahren, wo auch die Handwerkskammern in Deutschland Partnerschaften mit den Kammern hier in Ungarn aufgenommen haben. Und in dieser Tradition bewegen wir uns, und in dieser Tradition wollen wir uns auch die Zukunft gestalten. Mint az Észak-Rajna-Veszfáliai Kamarai Szövetség alelnöke, először is nagyon örül, hogy eljöhetett ide Magyarországra, hogy megismeri a magyar kézműipart közelebbről, és tudatában van annak, hogy hosszú tradíciók vezérlik már ezt az együttműködést, és így együtt meg tudják tekinteni, át tudjuk tekinteni azokat a területeket, ahol majd ezt az együttműködést folytatni lehet. Ő tudja azt, hogy itt egy nagy átalakulás és változás megy végbe Magyarországon, és ebben a kézműipar, mindkét ország kézműipara alkotó együttműködése bizonyára segítsége lehet. Ja, ich setze mal fort, was ich gerade sagen wollte. Ich freue mich natürlich, dass ich auch in morgen unsere Partnerkammer, also die Partnerkammer in Eger, besuchen kann und auch dort mich mit den Präsidenten treffen werde. Was wir brauchen, ist den europäischen Gedanken im Handwerk. Ich glaube, gerade in Europa stehen wir vor großen Herausforderungen, was das Handwerk betrifft. Wir in Deutschland sorgen uns sehr um den Erhalt des Meisterbriefes, also um auch die Zulassung mit Meisterbrief, dass das erhalten bleibt. Das ist uns ein großes Anliegen, und insofern sind wir auch hier in Ungarn darauf angewiesen, dass wir vielleicht das duale Ausbildungssystem auch hier vielleicht in Ungarn nochmal unterstützen können, dass wir das Handwerk insofern unterstützen, weil es ja erwiesenermaßen für uns in Deutschland ein Erfolgsfaktor ist, was auch die Jugendarbeitslosigkeit angeht. Wir haben eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit, und wir begründen das damit, oder wir stellen uns das so vor, dass wir auch weiterhin die Ausbildung im Handwerk als den zentralen Punkt ansehen. Először is örül annak még egyszer, hogy itt Budapesten az IPOSZ-szal ezeket a megbeszéléseket lefolytathatja. Regionális kapcsolatok építése is sor fog kerülni, hiszen Egerben meglátogatjuk az ottani ipartestületet, és egyben a kamarát, ahol az EGRI kamarával, ipar és kereskedelmi kamarával is kapcsolatuk van már régóta. És hát az egyik fő terület, amelyen mindenképpen az együttműködést tovább szeretnék erősíteni, az egy európai értékmentés, és az európai kézműipari fejlődésnek, a tapasztalatainak az átadása. Mindenekelőtt a mestervizsgáztatás területén, hiszen a német mestervizsga rendszer, a német mestervizsga egy olyan érték, amely garanciát ad a munkanélküliséggel szemben a minőségi kézműipari munkafejlesztése érdekében, és ezért mindenek előtt azokat a tapasztalatokat szeretnék a jövőben is hangsúlyozottan átadni, amelyik a duális képzéssel,
kapcsolatosak és a mestervizsgáztatás pozitív jelenségeivel kapcsolatosak. Ja, gerade diese Zusammenarbeit in der Ausbildung von Jugendlichen, denke ich, da liegt auch der Schlüssel für die weitere Fortentwicklung der Beziehung. Ich denke da, dass wir uns auch noch mit Schüleraustausch, Austausch von Lehrlingen beschäftigen könnten, gerade vor dem Hintergrund auch, was jetzt in Europa aktuell für Fragen anstehen, die gelöst werden müssen. Und ich glaube, man sieht es ja auch am Brexit in England, dass die Jugendlichen sich gegen 70% habe ich gehört, der jungen Leute in England haben sich gegen den Brexit gewandt. Dass wir das hinbekommen, dass Europa wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Das heißt, dass wir im Grunde genommen, dass die Errungenschaften, die unsere Vorfahren ja eingeleitet haben in Europa, dass wir die festigen und stärken, das ist ein zentraler Punkt, den können nur die jungen Leute übernehmen. Und das ist, glaube ich, ein Anliegen, was wir auch vertieft verfolgen sollten. Wir sollten, wenn es uns gelingen würde, dass wir wieder zu mehr Jugendaustausch kommen, auch im Bereich der Bildung, Lehrlingsaustausch unter den Firmen, das wäre so mein Anliegen, das wäre auch sehr schön, wenn es das gelingen würde. És hangsúlyozni szeretné, hogy a egyik legfontosabb terület, ahol ez a együttműködés ki kell bontakoztatni, az a fiataloknak a cseréje, a fiatal szakmunkásoknak a cseréje, hiszen az angol szavazás is megmutatta most a Brexitnél, hogy a fiatalság nagy része egy európai együttgondolkodásra szavazott, és ez azt jelenti, hogy a mi jövőnk az európai eddig megőrzött értékeinknek továbbmentésének a jövője az a fiatalság. Ezért rendkívüli fontosságú az, hogy ezek a fiatalok véleményt cseréljenek, tapasztalatokat cseréljenek, és főleg kézműipari és technikai tapasztalatokat is cseréljenek, ezért ez egyik kiemelten fontos feladatnak látja ezt az együttműködésben. Hagyományosan már annak a térségnek van egy olyan kapcsolata a Észak-Nyugat-Eszpániai kamarával, amit most szeretnénk újra megerősíteni és feleleventeni. Ezek vannak most folyamatban. Gyakorlatilag nekünk több feladatunk is van ezzel kapcsolatban, hiszen át kell venni azokat a tapasztalatokat, amelyek már kint Németországban jól működnek. Gondolok itt elsősorban a digitális forradalomra történő felkészítése, hiszen a kézműveseinket fel kell készíteni erre, hiszen ott már azért valamennyivel előrébb haladott állapotban van ez az automatizálás, és bizony meg kell ismertetni ezeket a folyamatokat és lehetőségeket azokkal a kézműves szakmákkal is, ahol már ez jelentősen tért hódított a szakmában. A másik dolog az, hogy gazdasági kapcsolatokat is építsünk ki, hiszen a külügyminisztérium mellett működő észak-rajna-vesztfáliai és magyar vegyes bizottsági kapcsolatban az IPOSZ is benne van, és bizony úgy gondoljuk, hogy ránk azért itt nagy feladat hárul, hogy az iparosainkkal, illetve a németekkel olyan kapcsolatot építsünk ki, ami gazdaságilag is valamilyen bevételt hoz az országnak, illetve a vállalkozásainknak, nem csak a tapasztalatok átvételét. Én úgy gondolom, hogy sok olyan területet tekintünk most át, ami fontos lehet az iparosaink számára, hiszen a szakmunkás képzéstől a duális képzésnek a részleteink keresztül a mestervizsgáztatásig sok minden szóba került már ezen tárgyaláson. Mellettem ül Rainer Norton főügyvezető úr, aki 15 éve vezeti az Észak-Rajna-Vesztfália Kézműipari Kamarai Szövetséget. Ez a kamarai szövetség 7 nagyon erős kézműves kamarából áll Észak-Rajna-Vesztfáliában, és tradicionális partnere az Ipartestületek Országos Szövetségének. A két szervezet az tagja az Észak-Rajna-Vesztfália Magyar Gazdasági Vegyes Bizottságnak is, amelyet a Magyar Külügyminisztérium koordinál, és ezen a vegyes bizottsági tevékenységen keresztül is igyekszenek közös projekteket megvalósítani. Én azt kértem Nolten úrtól, hogy szóljon néhány szót, hogy az a technikai forradalom, amely jelen pillanatban a világban végre megy, a digitalizáció, az
az ő tapasztalatok szerint mit jelent Németországban, mert mi nagyon fontos területnek tartjuk ezt a jövő együttműködésének a szempontjából. Ein Hauptgebiet kann sein, auch für die Jugend, auch für das Handwerk, diese technische Revolution, die Erfahrungen der technischen Revolution auf dem Gebiet des Handwerks sein. Wie sehen Sie diese Situation? Wir stellen fest, dass sich die Märkte des Handwerks zurzeit stark verändern in Deutschland. Ausschlaggebend ist hierfür die Digitalisierung in besonderem Maße. Azt látják, hogy ez a hogy nagyon nagy változások mennek végbe a német kézműiparban, és mindenek előtt a legfontosabb ilyen változás a digitalizáció beindulása. Dies beginnt bei dem 3D-Drucken, was das Zahntechnikerhandwerk schon stark verändert hat, geht aber weiter über Smart Home bis hin zu Big Data. És ez kezdődik a 3D-nyomtatóknak a forradalmával, amelyik teljesen új fénybe helyezi a jövőbeni alkatrészgyártást, und Smart Home? Smart Home und Big Data. Was ist das? Smart Home ist die Steuerung von aller Haustechnik. És a második ugye a távirányítású háztechnikának a kialakítása az, hogy minden berendezés, fény, fűtés, ugye távirányítással iPhone-okról vezérelt lehet. Und die dritte? Und Big Data ist die Tatsache, dass Wissen online verfügbar ist in einem Maße, wie es persönlich keiner mehr speichern kann. Tehát ugye és minden olyannak az online adatrögzítési lehetősége, ami egy személyre vonatkozik. Ez a három dolog, ez erősen befolyásolja az egész kézműipari tevékenységet is. Und es gibt zwei Gründe, warum sich kein Kunde der Entwicklung wird entziehen können. Der eine Grund ist, dass wenn Smart Home umgesetzt ist, wir irgendwann so weit sein werden, dass die Umgebung auch Körperfunktionen messen kann. Die Umgebung erkennt, ob ich einen Herzinfarkt bekomme, 5 Minuten bevor ich ihn bekomme, einen Schlaganfall. Und das wird Gesundheit billiger machen und Pflege billiger machen. Und deshalb werden uns die Versicherungen, Krankenversicherungen irgendwann zu Smart Home zwingen. Hogy mennyire elkerülhetetlen a változás, egy példát szeretném mondani, azzal, hogy ilyen digitalizált háztechnika alakul ki, amely ott tart ma technológiailag, hogy az embernek ezek a digitalizált eszközök az embernek az egészségi állapotát is mérni tudják. 5 perc előtte például jelezni tudják egy szívinfarktusnak a veszélyét. Abban a pillanatban értesíteni tudnak. Tehát ez azt jelenti, hogy az egészség technológiában és ezzel az egész társadalombiztosítási rendszerben olyan forradalmi változások küszöbén állunk, hogy semmilyen technológiai tevékenység nem maradhat majd ki ebből a változásokból, és végül is ezeket a házakat, ilyenfajta berendezéseket továbbra is a kézműiparnak a vállalkozásai fogják ezzel a modern technológiával fölépíteni. Tehát szoros összefüggés van ezek között a dolgok között. Und der zweite Grund ist die Energiewende, die Abkehr von alten Energien hin zu regenerativen Energien. Als zwei Beispiele. Wenn alle Heizungen richtig eingestellt werden, würden wir schon 5% CO2 sparen. Sie könnten alle richtig eingestellt werden, wenn sie alle ferngesteuert werden. Und der zweite Punkt bei Energie ist, wir haben ein Problem, wenn wir mit Sonne und Wind Strom erzeugen, ihn zu speichern. Große Speicher haben wir nicht und sind auch teuer. Aber wenn jedes Haus eine Wärmepumpe hätte mit einem kleinen Speicher, Millionen von kleinen Speichern kosten den Staat nichts, kosten die Energiekonzerne nicht. Und wenn sie ferngesteuert werden, würden sie auch das Speicherproblem lösen. Még két példa arra, hogy milyen hatalmas távlatai vannak ennek. Ez az energiakérdés. Azzal, hogy megújuló energiákra kezdenek a rendszerek átállni, ezeknek a megújuló energiáknak a működtetése is sokkal egyszerűbb, ha nem hatalmas nagy energiatárolók megépítésével kell foglalkozni, hanem minden egyes lakás külön ilyen energiarendszerrel rendelkezik, saját kis energiatárolóval. Ezeknek az energiatárolóknak a működtetése is távirányítású rendszerrel sokkal hatékonyabb és költséges, költségkímélőbb.
A másik nagyon fontos dolog, hogy például a fűtés technológiának a távirányítású rendszer, amely kialakulóban van, és beállítási rendszer, hogyha minden fűtés az adatok szerint helyesen lenne beállítva, ez önmagában már 5%-kal csökkenteni a CO kibocsátást jelen pillanatban a levegőbe. Tehát ez a technológia, amelyik az egyes fölépített házakba távirányítással automatikusan be tudja állítani az optimális fűtést, ez minden irányba kihatással van a környezetünkre, és ezek alól a hatások alól egyetlen egy vevő sem fogja a jövőben tudni kivonni magát. Diese Entwicklung, Energiewende und Umweltschutz führt dazu, dass Länder wie die Schweiz und Teile Skandinaviens heute schon über gesetzliche Regelungen zu Smart Home nachdenken. Und es ist für mich eine Frage der Zeit, wann dann Länder wie Deutschland und wieder etwas später Länder wie Ungarn diesen Regelungen folgen werden. Dann ist nicht mehr die Frage, ob ich ein vernetztes Heim will. Dann muss ich eins nach gesetzlichen Vorgaben haben, einfach um die Energiewende zu bewältigen. És mivel a környezetvédelem és az energiaforradalom az megállíthatatlan, ezért ezeknek törvénybeli szabályozására is szükség van, és az olyan országok, mint Svájc és az északi országok egy része ezt már megtette. Ő szerinte nagyon rövid idő kérdése, hogy ez a távirányítású energiarendszer törvénybeli megfogalmazása és részben kötelezővé tétele, ez mikor következik be Németországban, és várhatóan majd egyszer Magyarországon is. Nem mentesülhet a kézműipar attól, hogy ezzel a hatalmas technológia változtatással lépést tartson, és nekünk ezeken a területeken van nagyon sok tapasztalatszerzési lehetőségünk egy ilyen együttműködésben. All diese Maßnahmen kann nur das Handwerk umsetzen, allerdings ein viel moderneres Handwerk, das sich ändern muss. Und deshalb hat die Digitalisierung ganz starke Auswirkungen auf das Handwerk. És nyilvánvalóan, hogy ezeket a változtatásokat is a kézműiparnak kell majd nagy részben megvalósítania, és csak egy nem a mai kézműiparnak, hanem ezeket az ismereteket elsajátító kézműiparnak, és csak egy ilyen kézműipar képes erre. Na, ezen kell közösen dolgoznunk, hogy ilyen kézműipar legyen.